Sziasztok, ez itt újra a VR. Biztos, hogy tudjátok, hogy már elég régóta várunk arra, hogy megjelenjen a Little Nightmares, ami egy kicsit ilyen inside feelingű játék, csak ugye egy kicsit horrorosabb témakörben. Eszmenet régóta figyeljük a játékot, és ti is nagyon sokat mondjátok, hogy mindenféleképpen játszunk vele. Lehetőségünk volt egy picit hamarabb kipróbálni, és most mutathatjuk meg nektek először magát a játékot, úgyhogy reméljük, hogy tetszeni fog. Nézzük milyen. Mi az? Egy... Paszkás, köszönöm, nem látom, ez egy nő. Valami vázafejű. Nem. Ugye ez már egy álom volt? I see now. Okay. Megtalált a kis száját. Jó, hogy már in control? Oh yeah! Baszik, de kurva jól néz ki! És megbontik a kis konzervdobozban. Ajajaj! Jó! És mivel mit tudunk csinálni? Jó, hagyom, hogy a játék elmondja nekem, ha akarja. Elszaladt a szemét? Mik voltak azok? Basz meg, miköd van, vagy füst, vagy tudja a franc mi ez? Várjál! Na gyerünk! Ott középen van valami. Az úgy néz ki, mintha egy lámpás lenne. Ott középen. Az X-el egy kakál, vagy valami ma. Tehát, hogy így. Nem? Az alval ugrunk. Nagyon szép az oszlop, köszönöm, hogy megnézted még egyszer. Oké, a B-vel meggyújtja a cuccot. Ez a játék ezek szerint olyan, aki nem írja ki. Bassz meg, de jól néz ki! Ó, és akkor ilyenkor világít a szem, szóval ez ilyen checkpoint. Na szóval van egy nyújtónk, ami fontos. Aha, a jobbra vasz, az a megfogó. Moská kaka. Nem. Ah, oké, a balra vasz pedig a Google lesz. Wow! Azt beszarok, baszok, hogy néz ki, eszméletlen, egyszerűen eszméletlen. Jó, azt hittem, esküszöm el fogja oltani a kis öngyújtócskát. Folyik a víz, ez meg basza a fény. Nem, mert van olyan cucca fejünkön. Giga kapucni. Oké. Rohadt jó, esztétikailag valami eszmetlő bejön ez a game. Nagyon-nagyon jól néz ki. És akkor amiben játszunk, az egy rémálom, vagy az előbb álmodott a csaj, és ez a valóság? Or what? Ez egy kazani? Ott van valaki, te is látod? Király. Hello? Te ki vagy? Ez egy kis baba? Nem lehet valamit csinálni vele? De meg lehet fogni. Lehet fogni. Hova vigyem? Itt van egy lecó. Aha. Jó, ez most jó, hogy én viszem ezt a babát? Itt van egy csomó cigicsink. Ki van az ajtóban? Valaki volt az ajtóban. Not cool. Jó, itt a baba. Tessék. Na most ott a baba. Most jó. Ez egy fazek, amit nem tudunk arrébb mozdítani. Már itt van egy vödörő. Vödörőt meg lehet fogni? Meg, de nem tudjuk megmozdítani, túl nehéz. Miért lógott fent egy fotel? Ha? Nem tudjuk megmozdítani. Ott van fent egy kis edényke.
Na jó, ide biztos fel tudunk ugrani, ugye? Az a... ez egy hajó? Highly sprung. Köszönöm szépen a trofit, Mr. PlayStation. Jó, azt hiszem a matracról nagyobbat lehet ugrani, de nem. Itt van a budi papír. Jaj, de jó, egy kis klozettpapír, milyen aranyos, sem viszi el a szarok! Az egy kis budi papír, akkor át fogok kulázni, hogy megőrülsz! Nem, bocsánat, nem, ezt nem akartam. Csak annyira jól jött ki. Oh. Na jó, ez nem vicces. Mondanom, ez a kilincsóhoz kell, nem? Toldatot, jó. Megvan. Hello. Oké, ez most már nem vicces. És ott a másik szobában lehetett volna valamit csinálni amúgy. Még ott az... levél a földön. Levél? Levél a földön. Ez meg szurok? Vagy genyó? Vagy mi ez? Mondjuk itt a budipapír, lehet, hogy valami... ez a levél? Lehet, hogy egy búcsú levél? Igen, én is arra mondod, de nem tudsz semmit. Nem. Nem lehet a levéllel mit csinálni. Tip, 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 tip. Nagyon-nagyon érdekes így eddig. Direkt beletapickolok a genyóba, mint a kisgyerekek, de muszáj. Ott a budi! Fú. Jó, én megkísérlem kinyitni ezt a hűtőt, de nem tűnik túl jónak. Ott megint elszaladt egy olyan kis cucc. Hello? Ja! Fel lehet persze a tetejére? Aha, azt hittem, hogy van egy egyik polcon valami. Itt meg folyik a víz. Itt az állat. Ojojojojoj. Azt tesztelem most, hogy nem lehet valamivel futni. De hogy nem? Jó. A kakálós gomb az a futás. Így. Lalala! Ott fent is van egy kis bugócsiga. Mik ezek, basz? Olyan, mint a pió. Fúj! Undorító. Kapcsoló. Ez meg egy lift. Ez egy lámpionó? Ó, oh, jó, mehetsz a picsába! Szevasz! Ott is vannak fent, fúj! Pusztustalan! Hopi! Oké. Okay. Autosave. Ott egy kalapó. Ott van megint egy kis csákófejű az. Ha. Ez mi a... Uh-oh. Uh-oh. Ide nem szabad leesni. Ide nem szabad leesni. A kurva életben. Oké, okay, ez olyan, kicsit olyan, olyan From Software-es volt ez. Hey! Abból tanulsz, ha meghalsz. Wow! Én azt hittem, hogy tudod, ez így egy fél. Nem. Ó, re? Na jó, ez így fasza. Kicsit lesokkolódtam, hogy mit kell ott fent. Na, ott van, ott kis csakó! Szerintem ez tudja egy hajó, ez moz, itt minden mozog. Tap, 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 tap. Nagyon szépen úgy az Unreal Engine 4, nagyon. Igen?
Várjátok, baszik, alig látni valamit. Igen. Tehát konkrétan, hogyha nem égetem a gyújtót, akkor ez lát. Ó, itt van egy tekerő. Azt kapnál csak kis sem. Oké, okay. Ennél a gapnél tudni ugrani kell. De hogy... Ja, hogy nyíltottam az ajtót? Igen, időre megy. Be lehet csúszni! Így! Haszá! Ó, nagyon jó! Na most itt van egy lyukat, meg egy kinyíló ajtó. A francba. Na el, nézzük meg azt a kinyíló ajtót, hogy ott mi van. Na gyerünk, Iki! Na gyerünk, Iki, ne szopass! Kijött belőle egy olyan! De miért? Haszá! Mi ez a hang? Azt a kurva élet! És ezt a kis lajtóarját kihagyta itt nekem. Akkor olyan néz ki. Megállítottam. Oké, abban maradt a zene. Hello. Ott is egy buli papír. Meg egérkeó. Na most rögtön a klatyóba. Gyere oda! Nem lehet kinyitni a klatyót, bassza meg. Aha! Ezt ide húzzuk alá. Ajaj! Felborítani. Ott van egy... Oda fel kell jutni. Annak a tetejére, az biztos. Lehet, hogy a kockákkal kell a libikó... Jaj, visszajött az áram. Kis vonat. Aha. Itt a kis vonat. Vigyázz, kis vonat. Megint cigi. Fúj. Erre. Azt tudom, hogy ezzel lehet lengni, de nem. Szóval itt van a libikóka. Ha a libikókán végig sét, meg kéne valahogy fordítani ennek a libikókának a dolgait itt. Csak olyan fura, hogy ilyen... Igen, és akkor így kellene ráfutni valahogy a... Aha. Várjatok. Nem ezzel, ezzel. Vedd fel szépen a kibaszott kockát, köszönöm. Ha nem, tedd vele fel. Hé, hey, most hülye vagy? Tedd fel a kockát! Most ne szívass, mert tedd fel azt a kockát! Tedd úgy rá! Na, gyerünk! Gyerünk, vedd fel a kockát! Tedd rá a kockát! Bakker! Várjál! Bitch! Fuck the kocka! Ah! Ez már nem jön be nekem, baszta meg a kurva életet! Ah! Gyerünk! Gyerünk már! Ugorj fel! Jó. Mi van itt? Ez mi? Az egy lyuk. Ez mi? Várj, már ezzel nél. Zenél? Ugye ez nem egy bomba?
Ja, itt megint áram van. Elkúrtam a vonatot, Jani. Az Isten itt. Elbasztom a vonatot, Jani! Meg kellett néznem, hogy mi történik, ha megfogom azt a szart. Kurva. Kurva életben. Itt tudunk átfutni. Igen, tehát itt annyira tudtunk rájönni itt, hogy van a zenedoboz. Hé, várjatok már! Bassza meg! Át kell futni, mint a szar! Most jöttem rá! Addig ott sincs áram. Picsába! Na most rán! Futi van! Akkor itt minden átbaszásnak van csak itt? Meg hogy megfogdos, mint egy hülye? Onnan lett gyanús, hogy a szekrény tetején, ahova a libikókára lehetett ugrani, volt egy visszamászási lehetőség. A másik szobába. Az túl magasan van a kilincs. Ez valami fogda? Igen. Itt van egy ilyen matrac. Ott egy szem. Itt pont árnyékban vagyok. Azok kővé vannak dermedve? Igen. Jó. Szóval nagyon gyorsan kell csinálnunk. Eszmetlen jól meg van csinálva a mozgás. De mondjuk ezt már megszoktuk. Futi. És akkor most egyből futi, ahogy átnéz. Most. Így van. Na. Most ide föl. Meggyújtjuk a kis lámpiont. És akkor ez most már itt checkpoint. Ott van egy kis csákós. Csákós sávó. Oda hogy lehet? És most? Hova? Várj, a rácson fel lehet mászni? Azon a rácson? Az lehet. Takarodj! Úgy? Ezen. Aha. Igen. Most ugorjunk le oda? Mik azok a... Szóval van fall damage. Érdekes. Jó, mindegy, nem érdekel. Majd később, csákos csávó. Erre van valamit? A szem fölött. Mi? Ott... Megint itt van egy ilyen bábú. Ez a bábú. Ez. Az előbb is volt egy. A kis lábacskák azt mutatják, hogy valaki felmászott a fúj. Felmászott az ágyra. És aztán ugrált az ágyon. Hasza. Mi volt ott?
Nem, itt nincs semmi. Az ágy alatt. Csak tudjuk majd egy másik bolygóról, de nincs. Hm. Jó, akkor ez egy szoba. Azokat a bábú, azokkal a bábukkal is kell csinálni valamit, ez tuti. Ez jó, nem tudok rájönni, mit. Hát ez így kurva érdekes. Oké. Oké, ez nem nyílik ki. Itt egy ajtó. Tudni akarom, hogy mi volt az. Igen? Ne törd el, léci! Jó, köszönöm. Van a hasával. Ihes! Ez itt kezdte? Korog a gyomra. Egyre szarabbul van. Mi az Isten? Ma nem bírok sprintelni, Jani. Mi a lóf? Te! Add ide azt a kaját! Halad! Ennünk kell időnként. Különben meghalunk. Ott van egy akasztó. Izé. Na jó, ez nagyon furcsa, és hogyha éppen éhesek vagyunk, és nincs ott semmi, akkor mi over? Vagy úgy van megcsinálva, hogy amikor éhes, akkor valahogy ki kell találni, hogy egyen? Ez elektronyos. Na várj, most rájöttem valamire. Tehát Pisti, ott ne ugorj át, mert egy fasz vagy. Így. Ettől is, de így legalább átmásztál. Jó. Most itt a little bit of platforming is on. Van olyan. Oda nézzél már, parkúr! Ott van egy meggyűjtható. Oké. Okay. Most ez erre lengett, de aztán átleng a másik oldalra, nem? Hogy mi? Oh, oké. Okay. I see now. Tiszta parkour. Ott egy létra, de akkor ez minek van? Mindig túl kíváncsi vagyok ezekben a játékokban, az a baj. Ó, hogy ez a létre semmire nem való, alapból.
Hát ez így no. Mert hogy ezt lehet a másik irányba is tolni. Így. Azt hiszem, csak a középállása van. Így, aztán átklikkentem teljesen a másik oldalra, és van. Ugye? Igen. Oh, Jesus! Thinking. Jó. Ha? Jó. Na várjátok, akkor meg kell, ki kell húzni a fiókot. Ó, ezek ilyen baszó irodai fiókok. Ne! Elengedi, ugrik, megfogja fel. Jó, nagyon jó. Hé. Hey. Nem, kihúzza, jó, felugrik, ez az, nagyon jó. Jó. Ez nem húzódik ki, jó. És most így kell le... Aha. Ú, ez jaló. Futi! Gyerünk, kis csaj! Kendora! Kendora! Yes! Meggyújtó. Ott egy izé, egy kis sávó. Vere. Ezeket ki kell engedni. Ennek is oka van. Ha. És ez? Ó, bazd meg, azt a kurva élet!